A Mi Robotics csapata májusban győzedelmeskedett a világ egyik legrangosabb robotikai versenyén. A Franciaországban megtartott viadalon az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara csapatának a tagja volt a szabadkai Alexa Stevanovics is, aki másodéves mehatronika szakos hallgatóként vett részt a megmérettetésen. Uputili smo se na kraju maja u Francusku, gde smo učestvovali na evropskom prvenstvu iz robotike i osvojili prvo mesto uz mnogo truda i rada. Sad za sledeću godinu se ponovo pripremamo, čekamo da izađu nove propozicije za sledeću godinu za takmičenje, tako da od oktobra opet naporno krećemo da radimo. Stevan Bakić kiemelte, hatalmas eredményt ért el a szerbiai csapat, hiszen a robotikai versenyen a világ minden tájáról a legjobb fiatal mérnökök vettek részt. Szabadka polgármestere hangsúlyozta, a Szerbiának nincs mitől tartania, ha ilyen tehetségekkel rendelkezik, mint amilyen Alexa Stevanović is. Jeden izuzetan uspeh koji pokazuje kvalitet našeg obrazovanja, osnovnih i srednjih škola i naših fakulteta, jednu snagu naše nauke i umeće naših predavača. Takođe pokazuje jedan visok stepen poznavanja informacione tehnologije, jer iz jedne male Srbije dolazi ekipa koja pobeđuje višestruko bogatije i veće države. Az Eurórobot viadalt először 1994-ben rendezték meg, 20 éve pedig nemzetközi rangot szerzett, és a világ egyik legnagyobb diákversenye a robotika területén.